A szolnoki járási ügyészség vádat emelt egy 61 éves törökszentmiklósi nő és 40 éves fia ellen garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt. A szolnoki járási ügyészség vádat emelt egy 61 éves törökszentmiklósi nő és 40 éves fia ellen garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt. A vádirat szerint a nő 2020. szeptember 22-én kora délután Törökszentmiklós belvárosában a Hunyadi János úton közlekedett személygépkocsival, mellette ült a gépkocsiban a fia. Amikor a közeli óvoda előtt elhaladt, akkor hosszan dudált a gépkocsit vezető nő, és ezért a járdán kerékpárját tolva közlekedő kisiskolás oda kiabált neki, hogy ne dudálj. Erre a nő hirtelen állóra fékezte a járművet, az anyós ülésről pedig kipattant a fia, oda ment a fiúhoz, és fennhangon kérdőre vonta, hogy milyen jogon szól abba bele, hogy mások hogyan vezetnek. De eközben már a gépkocsit vezető nő is kiszállt az autóból, oda ment a fiúhoz, pofon vágta, és kiabálva azt követelte tőle, hogy kérjen bocsánatot tőle az előbbi beszólásai miatt. A megszeppent gyerek bocsánatot kért, azonban a nőnek a fia nincs bocsánat szava kíséretében nyitott tenyérrel, nagy erővel arcon vágta a fiút, aminek következtében felrepett a szája, és az alsó ajkán pontszerű bevérzések keletkeztek, tehát 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülései keletkeztek. A történet azonban itt nem ért véget, mert a férfi felszólította a fiút, mondja meg, melyik iskolába jár. Miután a gyerek megmondta neki, akkor karon fogta, bekísérte az iskolába, fölvitte az igazgatóhoz, majd pedig a férfi kérdőre vonta az intézmény vezetőjét, hogy milyen módon tanítják ők a diákjaikat a közlekedés szabályaira, és ezt követően a férfi faképnél hagyta az intézmény vezetőt és a fölpofozott iskolát, fiút, és kiment az épületből. A járási ügyészség azt indítványozta vádiratában, hogy a bíróság tárgyalás mellőzéses eljárás keretében mindkét vádlottal szemben pénzbüntetést szabjon ki. Az ügyben első fokon a szolnoki járásbíróság fog döntést hozni.